Múlt hét hétvégén szervezett többnapos rendezvényt az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, a Hieroteosz Egyesület és az Itthon Szülőföldön Fiatalon Egyesület. A program sorozatnak idén már negyedik alkalommal biztosított helyszín Kisvárda, valamint harmadik alkalommal szervezték akadémiaként a találkozást. Szerettük volna ezzel a névválasztással is kifejezni, hogy mint egy szabad egyetem, tehát egy ahhoz hasonló struktúrát szerettünk volna felvázolni, melyben közéleti személyiségeket hívunk meg, politikusokat, valamint évről évre szeretünk bevonni sportolókat, tavaly például vendégünk volt Risztov Éva olimpikon is, aki egy kicsit egy politikától távolabb eső, fiatalos lendületet is vitt a rendezvényünkbe, és nagyon nagy sikert aratott. A résztvevők száma évről évre nő az akadémián. Idén közel 200 fiatal érkezett Kisvárdára, közülük többen Erdélyből, Kárpátaljáról és a Felvidékről. Péntek délután Juhász Hajnalka országgyűlési képviselővel a nők politikai helyzetéről beszélgettek az érdeklődők. A haza szeretete, a haza iránti elkötelezettség, a keresztény értékek, a tudás megszerzése akár külföldön és továbbadása itthon minden fiatal számára fontos kell, hogy legyen, közölte a képviselő. Ez a generáció, én azt látom, hogy minél többet járok az országban, egyre nyitottabb rá. Büszkék lehetünk, én azt gondolom, hogy a magyar nők nagyon szépek és nagyon okosak, és én csak bátorítani tudom őket arra, hogy az a tudás, amit ők megszereznek, egy magabiztossággal, egy kiegyensúlyozottság nagyon fontos kiegészítője a politikai palettának, és én ebben személyesen is szeretnék szerepet játszani, hogy a fiatal nőket arra bátorítsam, hogy nyugodtan vágjanak ebbe bele, és legyenek nyitottak arra, hogy hogyan tudják kifejezni mindazt, ami az ő gondolkodásukra jellemző. Mert ez fontos dolog, és azt gondolom, hogy a női megközelítés az egy plusz dolgot ad az empátiával és egy más típusú megközelítéssel, más hozzáadott értéket képvisel, és kiegészíti a férfiaknak a kommunikációját és gondolkodásmódját. Juhász Hajnalka hozzátette, a kommunikáció minden szakmában nagyon fontos, illetve hogy nyitottak legyenek a tanulásra bármilyen életkorban. A délutánt Seszták Miklós kormány biztos kerekasztal beszélgetésével folytatták a fiatalok, aki a kisvárdai fejlesztésekről és a fiatalok szerepéről is beszámolt. Ha most itt végignézünk a fiatalokon, akkor lehet, hogy a 10-20 év múlvani valamikori országgyűlési képviselőket, helyi képviselőket, minisztereket látjuk. És azért van jelentőség ennek, hogy ők a nyári idejükből egy kis időt kiszakítva megpróbálnak a közélettel foglalkozni. Azt gondolom, nagy főhajtás nekik, hiszen tudjuk, hogy ebben a mai rohanó világban, ebben a mai őrült, kapkodó világban leülni, kicsit gondolkozni, hogy merre megy a világ, merre megy a politika, merre megy a mi politikánk, az nagyon fontos és becsülendő. Az Itthon Szülőföldön Fiatalon Akadémia rendezvényein Szabolcs megye vezetőivel is beszélgethettek a résztvevők, de a többnapos program lehetőséget kínálta kapcsolatok építésére és a nyári kikapcsolódásra egyaránt.